Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, mai műsorunkban Fejér megyével fogunk foglalkozni, áttekintjük az elmúlt időszakot, és természetesen előre is nézünk, hogy milyen tervek körvonalazódnak Fejér megye életében, Fejér megye vonatkozásában. Köszöntöm stúdiónk vendégét, Molnár Krisztiánt, a Fejér megyei közgyűlés elnökét. Üdvözlöm és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm nagyon szívesen, és köszöntöm a kedves televízió nézőket, jó magam is. Egy kicsit mérföldkőhöz érkeztünk, talán fogalmazhatok így. Hogyan értékeli az elmúlt ciklust, elnök úr? Mindenképpen pozitívnak értékelném az elmúlt ciklust, hiszen amit 2014-ben megfogadtunk, amire felesküdtünk, azt véleményem szerint sikerült megvalósítani, mégpedig azt, hogy a megye minden településén, mind a 108 településén próbáljuk az ott élők életminőségét javítani, olyan fejlesztéseket valósítunk meg, amely ténylegesen a lakosság igényein alapul, jobbá tesszük hétköznapjaikat, megőrizzük azt a biztonságot, amiben élnek, és ehhez egy még fejlettebb ellátási szolgáltatási színvonalat teremtünk. Egyértelműen azok a visszajelzéseink a lakosság részéről, és számunkra ez a legfontosabb, hogy ez teljesült mindegyik településen. Nyilván van olyan település, ahol elégedettebbek az emberek, és van, ahol kevésbé, de ezt a munkát ezt még fogjuk tudni folytatni, és olyan szinten is elégedett vagyok, hogy amely feladatot a megyékre bízott a 2011. évi konszolidációt követően a kormányzat, mégpedig fontos területfejlesztési, településfejlesztési feladatokat, pénzeszközök elosztását és egyéb fontos megyei középszinti, területi középszinti feladatokat. Én úgy látom, hogy hiánytanul el tudtuk végezni, meg tudtuk mutatni azt, hogy igenis jó döntés volt azt, hogy az 1000 éves Szent Istváni megye rendszert megőriztük, hogy a 2015 volt rá kísérlet, hogy megszüntessék a Szent Istváni megye rendszert, mondvá, hogy nincs szükség területi középszintre. Én a ciklus talán legnagyobb eredményének azt látom így hivatali szerepből, azon túl, ami számunkra a legfontosabb, hogy az emberek jobban élnek a megyénkbe, mint korábban, és merjük remélni, hogy ehhez nekünk is volt egy kicsi közünk, de ami még emellett fontos számunkra, az az, hogy szerintem sikerült bizonyítani, hogy igenis szükség van megyei területi középszintre, és a megyék készek és képesek is ilyen és ehhez hasonló feladatokat ellátni, akár az ágazati programokban való közreműködésben, de önmagában a településfejlesztés vonatkozásában is. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az elmúlt ciklusban megerősödtek a megyék, megerősödtek a megyerendszer. Mindenképpen, ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, csak a terület és település fejlesztési operatív program keretén belül 36 milliárd forintot osztottunk szét a települések között olyan fontos fejlesztésekre, amint például egy orvosi rendelő felújítás, egy belterületi csapadékvízelvezetés, egy épületenergetikai felújítás, egy turisztikai fejlesztés, olyan fejlesztésekre, amelyeket a települések jeleztek, hogy számukra ez a fontos. Ezt azért emelném ki, mert a mostani ciklust megelőzően ezzel ellentétes gyakorlatot láttunk, azt láttuk, hogy a települések központi forrásokra pályázhattak, és eldöntötték, hogy arra nyújtanak ebbe a pályázatot, és ha sikerült nyerniük, akkor azt a fejlesztést valósíthatták meg, amelyeket központilag meghatároztak az ottani döntéshozók. Akkor ez most megfordul, gyakorlatilag a települések arra pályáznak, amire valóban szükségük? Igen, mi egy alapos tervező munkával megfordítottuk ezt a gyakorlatot. Elődeim Varga Tamás közgyűlési elnöként és Törő Gábor elnök urak kezdték és végezték el azt a tervező-elemző munkát, amelynek kapcsán felmértük a megye valamennyi településén, hogy mi a helyben élők igénye. És arra kértük egyébként a polgármestereket, bevonva rajtuk kívül civil szervezeteket, egyházakat, egyéb fontos települési szereplőket, hogy alakítsunk ki egy konszenzusos megyei összképet, hogy ne egymással rivalizáló, egymást kioltó pályázati igények szülessenek mondjuk 3 kilométerre egymástól, hanem inkább egymásra épülő, egymás segítő pályázatok, önkormányzati fejlesztések, és ezt a 2-3 éves elemző munkát követően jött az a feladat, hogy ezekhez a települési tervekhez forrásokat rendeljünk, és én úgy látom, hogy ez több mint a 90%-ába sikerült a települési igények alapján, és ez a visszacsatolás is mind a polgármesterek, mind az emberek részéről. Ez akár a települések közti kapcsolatot is erősítheti, az együttműködést az egyes települések között. Mindenképpen, ugye alapvetően mi mindig közösségben hiszünk. A települések érdekében ugye a legfőbb közösség az a lakosság, és a lakosságnak kisebb csoportjai, fontos közösségek, akár a civil szervezetek, de egyéb csoportok. És egy fontos közösséget alkotunk szerintem így a közigazgatási palettán is, hiszen egy település fejlődésének a kulcsa
az önmagában nem a településvezetőkön, vagy nem csak a településvezetőkön múlik. Fontos, hogy az országgyűlési képviselővel, a megyei döntéshozóval, a kormányzattal milyen az együttműködés, milyen a jó kapcsolat, természetesen munkakapcsolat és szakmai együttműködés. És ez is egy nagy eredmény, hogy a települések túlnyomó többségével sikerült egy mindennapos olyan munkakapcsolatot kialakítani, ami nem a korábbi elszigetelt települési viszonyokat tükrözi, hanem azt, hogy a településeink akár egy fél nap leforgása alatt, mondjuk egy fontos, akár országosan eldöntendő kérdés kapcsán oda kerülnek a döntéshozói oldalra, és adott esetben fél napon, egy napon belül tud reagálás születni egy fontos települési kezdeményezésre. Fejlesztésekkel fogunk még foglalkozni. Itt is jön az első kis összeállításunk, hiszen már dolgoznak a szakemberek a 81-26-os számú úton. A tervek szerint az idei évben teljesen megújulhat majd a Söréd és Csákvár közötti szakasz. Tekintsük meg ezt, aztán majd innen folytatjuk. Egy kőszállító kamion hajt keresztül Söréden, hogy útját a 81-esen folytassa. Naponta több ezer jármű halad át ezen az úton, hiszen az M1-es autópályát és az 1-es főutat köti össze a 81-es főúttal. A megye egyik legrégebbi útja a 81-26-os, a 60-as évekbeli állapota pedig már a múlté. Rengeteg táblát találni az út szélén, amely vagy sebességkorlátozással, vagy pedig a burkolat állapotának jelzésével inti óvatosságra az autósokat, hogy a kátyúk, nyomvájuk ne tegyenek kárt a járművekben. A szakemberek már dolgoznak az úton. Első szakaszban a Söréd-Zámai körforgalom közötti szakasz, és a Zámai körforgalomtól a 14-es szelvényig tartó út újul meg. Előbbi makadámút teljes körű komplex felújításra van szükség. Mint egy 4 cm kiegyenlítő kötőréteg után 4 cm koporréteg építése következik. Ezen kívül a buszmegállókat felújítjuk, peronokat átépítjük, Söréd-Csákberény felül részén egy lassítószigetet is építünk, hogy a forgalom megfelelő lecsökkentett sebességgel haladjon Söréd átkelési szakaszán, illetve Csákberény központjában egy szabványoknak, előírásoknak megfelelő gyalogátkelőt fogunk kialakítani. Ez a buszmegállók áthelyezését, felújítását is érinti. Szakaszon az útcsatlakozásokat, vízelvezetést megújítjuk, illetve 4 műtárgy közül 3 teljes körű felújításon is átesik. A másik szakasz, amiről beszélünk, ez a Zámai körtől a 14-es szelvényig tart. Ez mintegy 3,5 km hosszú szakasz. Itt a burkolat, aszfaltburkolatát el kell távolítani, hiszen jelentős nyomvájú van a burkolatban, és 5 cm kiegyenlítő réteg után 4 cm koporréteg fog épülni, tehát egy vastag teherbírásnak megfelelő pályaszerkezetet építünk, patkát rendezzük, forgalomtechnikát felépítjük. 2015. októberében született meg a döntés, hogy szükséges az út felújítása. Az elmúlt évek során az eredeti forrás kevésnek bizonyult. Műszaki tartalmak csökkentésével és egy szakasz felújításának elhagyásával valósulhatott volna meg a fejlesztés. A térség országgyűlési képviselői és a megyei önkormányzat többletforrás igényelt a kormányzattól, így mintegy 2 milliárd forintból valósulhat meg az út felújítása. A tájékoztatón részt vettek az érintett települések polgármesterei, valamint Törő Gábor országgyűlési képviselő és Teszeri Zoltán miniszterelnöki biztos országgyűlési képviselő is. Nos, hát ahogy az iménti összeállításban is elhangzik, a térség országgyűlési képviselője, a megyei önkormányzat többletforrást igényelt a kormányzattól, így mintegy 2 milliárd forintból valósulhat meg az út felújítása. Ez miért fontos ennyire ez az útszakasz? Azért fontos, mert egyrészt 6 települést érint, és 6 település lakosságát közvetlen érintette minden napi közlekedésben az az immáron balesetveszélyessé vált nyomvonal, az a megsüllyedt útszerkezet, vagy akár azok a közlekedési tárgyak, amelyek nehezítették a balesetmentes közlekedést, tehát önmagában 6 település mindennapját szolgáló úthálózatról is szó van, de mindemellett tranzit szempontból is egy rendkívül fontos útszakasz ez a megyének, hiszen a 81-es számú főútat, ami hatalmas forgalommal bír, köti össze az 1-es úttal, illetve az M1-es autópályával. Tehát egy nagyon fontos közlekedési csomópont is. A megyei önkormányzat, amikor meghatározta a fejlesztési célkitűzéseit, 4-5 szemnyi útfejlesztési kérdéseket is rangsorolt a megyébe, és annak idején 2015-ben mi ezt a Söréd-Zámoly-Zámoly-Csákvár 81-26-os számú útfejlesztését tűztük ki első számú célpontul a fejlesztések megvalósítása céljából.
azt gondoltuk, hogy ez a legfontosabb a négy szemlédi utak közül ezt a kérdést megoldani, és nem részmegoldásokkal, egy kis kátyúzás, egy kis aszfalt megerősítés, hanem ténylegesen egy olyan igénybevételnek megfelelő megvalósítás, amelyet nap mint nap látunk ezeken az utakon. Nem vár dolog történt akkor még, hogy 2015-ben megterveztük az utat Magyar Közút segítségével szakmailag, és akkor történt egy tervezői költségbecslés is a megvalósításra. Mi ehhez rendeltünk akkoriban forrást. 1,6-1,7 milliárd forinttal számoltunk akkor az út megvalósítás céljából. Időközben viszont az a robbanásszerű gazdasági fejlődés, amelynek egy velejárója volt az építőipari áraknak a nagyfokú emelkedése, mind az anyagárak vonatkozásában, mind a szakmunkások díjazása vonatkozásában, egy olyan korábban nem várt helyzetet teremtett, hogy nem elég a forrásunk a teljes kivitelezésre, és ekkor egyfajta ötletelés kezdődött a szakma részéről, hogy csökkentsünk műszaki tartalmat, adott esetben a kopóréteg vastagsága ne olyan legyen, mint az eredeti tervek szerint, vagy hagyjunk el szakaszokat, felmerült, hogy Csákváron adott esetben ne történjen meg ez az útfejlesztés, érjen véget Csákvár előtt az útfejlesztés, és később, ha lesz forrás, Csákváron is meg fog tudni valósulni. Mi akkor azt a döntést hoztuk, és a térségnek két érintett országgyűlési képviselője is van, Törő Gábor a Móri körzet részéről, illetve Tesszeri Zoltán miniszterelnöki biztos úr a Bicskei körzet részéről. Mi azt a döntést hoztuk, hogy nem engedünk a 48-ból, ragaszkodunk az eredeti műszaki tartalomhoz, és ragaszkodunk az eredeti megvalósítási hozhoz. Elkezdtünk egy olyan lobby tevékenységet, amely hosszadalmasnak mondható, de ez év elejére megszületett az a döntés, hogy a Magyarország kormányának köszönhetően a megyei önkormányzat megkapja azt a plusz forrást a TOP keretéhez, amelyből a teljes eredeti tartalom megvalósítható hosszában és minőségében. Így immáron 2 milliárd körüli fejlesztési összeget kaptunk erre az úthálózat felújításra, és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően immáron a munkavégzés is meg tudott kezdődni ezeken az utakon. Illetve ami még jó hír, erre még döntés nincs, de láttuk már az előkészületeket, és már döntéshozói szinten a határozat megfogalmazása történik. Jó eséllyel meghosszabbításra is kerül az eredeti tartalom, és nem fogunk megállni Csákvárnál, hanem egészen a Felcsúti körforgóig felújításra fog tudni kerülni az út. Tehát azt tudjuk mondani, hogy még több is megvalósulhat, mint amiről álmodtunk. Ez egy nagyon nagy csata volt, aki ebben benne volt, azt tudja, hogy mit kell azért tenni, hogy adott esetben egy uniós ágazati programból finanszírozott projekt esetén 3-4-5 évvel ezelőtti költségbecslés és pályázat alapján meg tudjon valósulni egy projekt. Immáron azt látjuk, hogy ez hála Istennek meg fog tudni valósulni, sőt Csákvár szakaszig, tehát az eredeti elképzelésig, terveink szerint nyilván a jó időtől is függ ez a történet, de a kivitelezői kapacitásokat látva ez év végéig meg is fog tudni épülni a teljes úthálózat. És hát nyilván ezt utána majd az ott élők fogják a mindennapokban is érzékelni ezt a fajta segítséget. Igen, ez a legfőbb célunk, tehát az ő életminőségüknek a javítása, illetőleg önmagában az utakon közlekedőknek a biztonságának a javítása, minél kevesebb balesetet szeretnénk a megye útjain. Ha már az ott élőknél, illetve a megye gazdaságánál tartottunk, akkor gyakorlatilag több adat is megjelent az elmúlt időszakban. Egyrészt az ország élmezőnyében szerepel a megye, az egyfőre vonatkozó GDP vonatkozásában, illetve hát ezen túlmenően még számos kiemelkedő tendenciát, adatot is tudhatunk, de mégis mik ezek a kiemelkedő adatok? Az elmúlt 5 évben, 2014-től indulóan sikerült egy ugrásszerű növekedést úgymond produkálni a megye gazdaságában. Természetesen oroszlán részt vállaltak ebben azok a központok, mint például Székesfehérvár megyeijugú város és az a kiváló ipari teljesítmény, amelyet a megyeijugú városaink produkálnak, de minden egyes Fejér megyei lakosnak a munkája szükséges volt ezekhez a kiváló gazdasági eredményekhez, amelyeket röviden ismertetni szeretnék. GDP vonatkozásában az egyfőre jutó GDP az egyik legfontosabb gazdasági mutatószám. A megyék rangsorában 19 megye körül Győr-Moson-Sopron megyét követően a második helyre került Fejér megye, megelőzve a Komárom-Esztergom megyét az utolsó időszakban, de a folyamatos emelkedés az tapasztalható, ez egy nagyon szép eredmény. Ami hasonlóan nagy siker és fontos gazdasági mutató,
hiszen fontos, hogy mennyiből élnek az emberek, mennyi pénzt keresnek a lakosaink. Immáron a nettó átlagkereset vonatkozásában is országos harmadik helyen van a Fejér megye, Győr-Moson, Sopron és Komárom-Esztergom megyét követően, egyébként itt is már csak hajszállal vagyunk lemaradva Komárom-Esztergom megyétől. Magyarországon ez egy kimagasló növekedési pálya. A tavalyi év vonatkozásában mindig egész évet nézünk, immáron 214.000 forint a nettó átlagkereset Fejér megyében. Ez önmagában összegileg is soknak mondható, és ha azt hozzáveszünk, hogy ez éves szinten az előző évi átlaghoz képest 14%-os javulás, ez mindenképpen egy kimagaslóan szép eredmény. A közvetlenül összefügg a keresetekkel, de ugye a kereskedelmi árak is belejátszanak a vásárlóerő kérdésébe. Az egyfőre jutó vásárlóerőben Fejér megye szintén a második helyen van, Győr-Moson, Sopron megyét követően, tehát az a pénz, amit a lakosaink keresnek, és a megélhetés amennyibe kerül, viszonyában országosan a második legjobb helyen vannak Fejér megye lakosai, és szintén fontos gazdasági mutató a hozzáadott érték kérdése, amely egyszerűsítve lefordítva nem közgazdaságtaninak, csak hogy mindenki, igen, értse. Hogy mindenki értse. Az a teljesítmény, amit a megyék leraknak úgymond az ország asztalánál, ebbe ipar, mezőgazdaság teljes összegész benne van. Ebben a rangsorban Fejér megye szintén a harmadik helyet foglalja el, itt Pest megye és Győr-Moson-Sopron megyét követően. Az ipari részünk itt erősebb, 7,3%-át adjuk az összipari termelésnek, a mezőgazdaságunk valamelyes gyengébb, 5,1%-kal, de ez is országos élmezőnyt ér ez a hely. Korábban ugye mindig a foglalkoztatás volt az, amit kiemeltünk, illetve a munkanélküliség, hogy a megye ebben eléggé le van maradva az országos átlaghoz képest. Hát hála Istennek ebben is nagyon markáns előrelépésről tudok beszámolni. Immáron megye összegészileg 2,6%-a a munkanélküliségi rátánk, és mindezt úgy, hogy a megye fejlettebb részein, Székesfehérváron, Bicskén, a Móri térségben immáron nincs 2% a munkanélküliségi ráta, tehát már nem munkanélküliségről, hanem potenciális munkaerőhiányról beszélhetünk, míg a déli részek, főleg a Sárbogárd és az Enyingi járás települései még mindig elmaradottabbak, de ott is 4,5-5%-ra csökkent az átlag. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a megye fejlettebb részein az aktív keresőképes korosztály, itt a 15-64 év közöttieket vesszük figyelembe, de viszonylatában 100 álláskeresőre immáron nem jut 2 munkanélküli, ami egy nagyon szép teljesítmény. Nyilván a déli térségben van még bőven javítani való, ezen is dolgozunk, de egy új típusú kihívás a foglalkoztatás terén az az, hogy a munkaerőhiánnyal találkozunk a fejlettebb részeken. Ez egy új típusú, egy sokkal hálásabb kihívás, de ez is egy fontos megoldandó munkaerőpiaci kérdéssé vált. Turisztikát szokták még az egyik legfontosabb gazdaságösztönző, illetve bevételteremtő tevékenységként jellemezni. Turisztika vonatkozásában is nagyon jelentős elmozdulásról tudunk beszámolni. Immáron megduplázódott 5 év alatt azon vendégszakák száma, amelyet megyénkben töltenek az ide látogatók. Itt is van még bőven tennivaló, főleg szálláshelyteremtéssel fogunk tudni előrébb lépni, de a megye azon központjaiban a Velencei-tó és környéke, a Vértes, Mór és Székesfehérvár környéke nagyon elégedett és nagyon nagy számú turista számnövekedéssel találkozunk, ezt az utat is folytatni szeretnénk. Kicsit visszakanyolodnék még az imént említett fejlettebb térségek is a déli kissé lemaradott térségek közti dologhoz. Mondhatjuk-e azt, hogy egy kicsit szűkebb lett az az olló, ami korábban jellemző volt, amiért ugye sokszor azt is mondtuk, hogy Fejér megye két arcú ilyen vonatkozásban, tehát jobban zárkóztak-e a térségek fel? Én úgy látom, és ezt úgy azt támasztják el a gazdasági mutatók is, hogy ha sokkal szűkebb nem is lett, de legalább nem nyílt tovább az az olló, az a bizonyos olló, ami a megye északi és a déli része között volt tapasztalható. Ugye korábban beszéltünk róla, úgy látszott, hogy mintha az M7-es félbevágná a megyénket, északon a fejlettebb részek, főleg ipari termelés, délen az elmaradottabb mezőgazdasági munkából élő réteggel, és azokkal a problémákkal, amelyek a munkaerőpiaci helyzetet nehezítik, adott esetben aluliskolázottság, kisebbségek kérdése, hátrányos helyzetű emberek, halmozottan hátrányos helyzetű emberek. Ez az olló nem nyílt tovább, ezt biztosan mondhatom. Ezzel sokat dolgoztunk is, és a déli térségben is jelentős elmozdulás volt tapasztalható. Nagyon komoly
ösztönzőket és eszközöket próbáltunk felhasználni arra, hogy a déli térség elinduljon egy felzárkózási pályán. Látható eredményeink vannak, hátradőlni még nem szabad, de ezt a legelején megmondtuk, hogy az, hogy a déli térség utolérje az északi részeket, ez egy nagyon sok éves feladat, és mindezt úgy szeretnénk megtenni, hogy a fejlettebb részek, a fehérvári, velencetavi, bicskei részek, azok menjenek a maguk útján és folytassák a fejlődési pályát, tehát ne álljanak egy helybe és várják be a déli térséget. Ez meg is történt, tehát a fejlettebb részeink továbbra is rohamosan fejlődnek, viszont a déli térség is elindult, sok munka van még hátra. De akkor mondhatjuk azt, hogy erre van egy komplex felzárkóztatási program, különböző ösztönző lehetőségekkel, eszközökkel? Igen, nagyon mi magunk, mint megyei önkormányzat, nagyon sok lábon próbáljuk ezt a helyzetet javítani, orvosolni. Ha példákat mondok, a megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályával közösen és az ECO innovációs műhelyek közösen valósítunk meg, és folyamatban van jelenleg egy megyei foglalkoztatási program és paktum. Mintegy 1,3 milliárd forintot fordítunk a megye foglalkoztatáspolitika helyzetének javítására. Ebbe képzések, oktatások benne vannak, vállalkozóvá válás segítése, de konkrét munkahelyteremtés is. Itt is súlyoztunk, és a déli térség irányába a több forrást rendeltünk a megyei összátlaghoz képest. Külön erőteljes forrásokat tettünk az Enyéngi és a Sárbogárdi járásnak a helyi foglalkoztatási paktumához. Ott is számos eredménnyel bírunk már. Ugye mindennek az alapja a közlekedés. A fontos úthálózat fejlesztést indítottunk el. Dunaújváros, Mezőfalva, Sárbogár, Cece, Paks vonatkozásában 4 milliárd forintot fordítunk úthálózat fejlesztésre. Ha az út elkészül, már csak szakaszok vannak hátra, ez a munkaerő mobilitást, a gazdaságfejlesztést is segíteni fogja. Mi magunk ipari parkok létrehozásában működtünk közre, és ezekhez adtunk támogatást Sárbogárdon, Henyingen. Ezek nagyon fontosak, egy jövőbeni ipar számára lehetőséget fognak tudni biztosítani. Nagy lobby tevékenység árán a térség országgyűlési képviselői Varga Gábor és dr. Galamb, akkoriban dr. Galambos Dénes segítségével, Dorkot a Lajos energetikai hivatal elnök úr segítségével sikerült azt elérnünk, hogy a térségből két járás, a Sárbogárdi és az Enyéngi szabad vállalkozási övezet bekerüljön nyilvánításra. Ez adókedvezményeket jelent az oda települni kívánó vállalkozók számára. Elindítottunk egy olyan programot, azt egy EFOP forrásból, amely feltárná és próbálná segíteni a hátrányos helyzetű csoportok, lakossági részeknek a helyzetét. Ez egy felzárkóztatási program. Ennek a célcsoportja a hátrányos helyzetűek, az idősek, a gyereküket egyedülnevelők, a romák, a különböző fogyatékossággal bíró személyek. Számukra egy olyan megyei konzultációs folyamatot indítottunk el, és olyan szervezeteket vontunk be, amelyek országosan példaértékű munkát végeznek, és egy egységes modell kidolgozásával szeretnénk az ő helyzetüket teremteni. Október 1-én lesz legközelebb a egyenlőségi fórum a megyeházán, amely szintén ezzel a kérdéssel fog tudni foglalkozni. Tehát rengeteg lábon próbáljuk ezt a helyzetet megoldani. Hála Istennek látjuk az elmozdulás pozitív irányú jeleit. Nagyon sok mindent érintettünk, mert ugye top forrásokról is szó esett gazdaságról, turisztikáról. Talán a következő kis összeállításunk mindegyik részét érinti az említett területeknek, hiszen szintén ebben az évben épül meg még az a kerékpárút, ami Szabadbattyánytól egészen Gorziumig, majd onnan tovább a Soponyai Ökocentrumig vezet. Erről készítettünk egy összeállítást, ezt most nézzük meg, és innen folytatjuk. Ide érkezik majd Szabadbattyán irányából a kerékpárút, amelyről aztán a Gorziumi Régészeti Park felé vagy tovább haladva egyenesen Csősz irányába haladhatunk. A megépülő bicikliútnak tárcéletében nagymértékben turisztikai jelentősége lesz. Településünk határában található Magyarország egyik legnagyobb régészeti szabadtéri ásatása a Gorzium, és ez is lehetőséget ad majd azoknak a turistáknak, akik hozzánk ellátogatnak, hogy kerékpárral közelítsék meg ezt a régészeti ásatást, és ezáltal ne csak a Gorziumba jöjjenek el, akár a településen található panziót igénybe vegyék, vagy azokat a szolgáltatási egységeket, amik a településen találhatók. És ez az első állomása a kerékpárútnak, mondhatjuk azt a Gorzium, és ez a déli térségbe Csősz, Soponya, Kálosz települések felé fog majd haladni itt a Sárvíz völgyében, ahol azt gondolom, hogy
természetkedvelő emberként is mondom, hogy egy kitűnő kirándulási lehetőséget biztosít majd azoknak, akik a természetet szeretik, megismerik a Sárvíznek a növényvilágát és vadvilágát is. A munkaterület átadásán Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke elmondta, Dél-Fejér és az egész megye álma válhat valóra a kerékpárút megépítésével. A 276 millió forintos fejlesztés top forrásokból valósul meg. Erre kerekezhetünk tovább majd Csősz és Soponya irányába. A tervek között a bicikliút további bővítése is szerepel. A lehetőségek azok megvannak, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Soponyai Ökocentrumig be tudjuk fejezni ebből az idei, illetve a top forrásokból. Ezt meg tudjuk valósítani, és hát ugye, ha már valami egyszer elindult és elkezdődött, akkor nyilvánvalóan megpróbáljuk majd az elkövetkezendő időszakban a lehetőséget megteremteni arra, hogy legyen rá pénz, hogy tudjuk folytatni egészen akár a megye határig. A kivitelezést a napokban megkezdik, és a tervek szerint még ebben az évben megépül a 7,7 km hosszúságú kerékpárút, amely Szabadbattyántól Soponyáig vezet majd. Ahogy az elhangzott, 276 milliós fejlesztés valósulhat meg, és hát valóban talán minden általam említett területet érint ez a beruházás. Valójában ez egy turisztikai beruházás, de annál sokkal több lesz. Olyan elemei vannak a tervezett kerékpárút hálózatnak. Székesfehérvárt szándékosan nem említettük, hiszen Székesfehérvár a top kereteken belül egy külön keretből részesül, ezért nem úgy indul a felsorolás, hogy Székesfehérvár, de ha a Budapest-Balaton tervezett szakaszait is figyelembe vesszük, és a város szándékát, Székesfehérvár megyei város szándékát, melyet polgármester többször kifejtett, én azt tudom mondani, hogy biztos vagyok benne, hogy időkérdés, hogy Székesfehérvártól fog indulni ez a kerékpárút hálózat, amiről beszélünk, és olyan turisztikai célpontokat fog tudni érinteni, mint a Tácz-Gorzium, ami most már nem csak a településnek, hanem az egész országnak, sőt nemzetközi szinten kiemelt turisztikai célkitűzéssé vált az elmúlt időszaki fejlesztéseknek köszönhetően. Szó volt az Ökocentrumról, szintén egy hatalmas turisztikai lehetőséggel potentáttal bíró helyi igény, és önmagában még az aktív turizmusról nem is beszéltünk, amikor egy gyönyörű folyóparton, a Nádor partján, végig a patakparton egybefüggően 28-30 kilométert tudunk kerékpározni, és szeretnénk ezt az útfejlesztést is továbbvinni. Tehát mindenképpen egy nagyon fontos fejlesztés. A táciak el tudták mondani, hogy amikor meghallották, hogy 276 millió forintért kerékpárút fejlesztés fog tudni történni, ők maguk kétkedve fogadták ezt, de immáron a munkaterület átadása múlt héten megtörtént a vállalkozó részére, így most már az a jogos lakosság igény, amit röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy hisszük, ha látjuk, ez most már kielégítésre tud kerülni, és indulhat az építkezés. Fehérváron indulóan egy nagyon fontos turisztikai közlekedési lehetőség, amely egészséges sportot magába foglal, és mellette, ami 21. századi megfelelő kikapcsolódás és érintett táj iránti tisztelet és szeretet megvalósulási helye. Olyan csodálatos természeti értékeink vannak a megyében az épített örökségeken túl, amelyek megközelítését a legjobb, hogyha nem autóval, hanem gyalogosan vagy kerékpárosan meg tudjuk tenni. Ez egy ilyen lehetőség. Hát egy kicsit elfogult vagyok az említett térséggel kapcsolatban, mert én nekem ilyenkor mindig egy kicsit a szívem előtt, meg a lelki szemeim előtt felrajzolódik Szabadbattyánynál a Szeúzó feltételezett palota, ahova a Nádor csatornáról azért oda lehetne látni. Az is egy szép látvány lenne. Ha már beruházásokról beszélgettünk, úgy általában a top forrásokat milyen célokra szokták fordítani? Ugye útfelújításról, kerékpárutakról már beszéltünk. Egészségügyi alapellátás fejlesztés volt még az egyik fő célcsoport. Itt orvosi rendelők tudtak megújulni, új orvosi rendelők tudtak épülni, de akár fogorvosi rendelők is több településen erre volt nagy igény. Önmagában az épületenergetika egy fontos eleme volt a top fejlesztéseknek, ebből önkormányzati fenntartású ingatlanok kerülhettek felújításra. Itt ezeknél el szoktuk mondani, hogy egy fontos dolog maga a megtakarítás mind energia oldalról, mind költség oldalról, de ami még fontosabb, hogy az ott dolgozó embereknek, illetve az odalátogató szolgáltatást igénybe vevő embereknek egy méltóbb körülményt tudunk teremteni, legalább olyan fontos, mint a megtakarítási ráták. A gazdaságfejlesztés mindennek az alapja, ipari parkok létrehozására komoly forrásokat tudtunk biztosítani, fontos forrásokat tudtunk biztosítani helyi piacok létrehozására,
megye 6 településén teljesen új helyi piacot tudtunk kiépíteni, ahol saját maguk termelő kiskereskedők hétről hétre minőségi portékákkal tudják. Így van, hasonló, mint a fehérvári Jancsár kerti piac, egy kicsit kisebbe, de egyébként elég nagy sikerrel a legkisebb településeken is. A felszín csapadékvizes beruházásaink nagyon népszerűek, hiszen több településen komoly vízelvezetési problémák voltak, akár itt a környező települések közül Bakoncsernyén most is folyamatban van egy közel fél milliárdos felszíni csapadékvizelvezetési programnak a kimunkálása. Azt szeretnénk, hogyha ezek a villámárvizek többé nem árasztanák el a településeket, a lakosokat. Ami fontos fejlesztések, még az úthálózati fejlesztések, ennek ugye volt egy turisztikai része, turisztikai kerékpárutak építése, mellette voltak itt is a gazdaság élénkítő beruházások, akár az ipari parkok megközelítését szolgáló fejlesztések. A turisztikai fejlesztések önmagában, számos turisztikai csoda van a megyénkben, ezeknek a felújítása folyamatban van. Például Bodajk dolgozik egy nagyon nagy évű turisztikai fejlesztésen, de Etyeken is fontos látogatóközpont épül turisztikai fejlesztésből. Szinte minden területen tudnánk azt mondani, hogy milyen jó fejlesztéseket valósítunk meg, de még egyszer mondom, a kiinduló pont az volt, amit a lakosok, a településvezetők kértek, hogy mit szeretnének megtenni, mi ezekhez rendeltünk forrásokat. Ilyen lehetőség volt a Táci óvodának a megújulása is? Így van, Táci óvoda fejlesztés is, úgymond óvoda bölcsőde fejlesztési felhívásunkból valósult meg. Ott annyi mindenképpen hozzá kell tenni, hogy eredetileg 50 millió forinttal pályázott az önkormányzat, és ezt mi több forrásból biztosítottuk is, de aztán azzal a hálás problémával keresett meg minket polgármester úr, Horváth polgármester úr, hogy immáron még több gyerekkel számolnak, mint ami a tervezéskor felmerült, és 3 csoportszobára szeretnék bővíteni a fejlesztést, és még egy körülbelül 50 millió forint segítségre lenne szükség. Az idő rövidségre tekintettel ezt már nem dobból próbáltuk megintézni, ezt a plusz 50 millió forintot, hogy visszavonjuk a pályázatot, és emelt összegbe próbáljuk meg újra kérni, hanem Varga Gábor képviselő úrral a belügyminisztériumhoz fordultunk, ahol négy további 50 millió forintot kaptunk ki egészítőleg a top forráshoz, nemzeti forrásból, egy 100 millió forintból egy olyan óvoda tudott megépülni, ami polgármester úr és a helyiek véleménye szerint is hosszú időre rendezni fogja ezt a hálás problémát, hogy minél több a gyerek a településeinken. Egyébként ez ténylegesen egy megoldandó, szintén pozitív problémává vált, főleg az olyan részein a megyének, mint Fehérvár térsége, a Velencei tó és térsége, Mór környéke. Egy egyszerű példát mondtam, a szintén velencei, szintén óvodát adom Velencén. Én jó magam Sukoron, bár már nagyon régen volt, azóta sok minden történt, emlékemben elevenennél, hogy 5-en voltunk csoporttársak az óvodában, így nem csak név szerint emlékszem az óvodás csoporttársakra, hanem azt is meg tudom mondani, hogy ki hol ült a bizonyos kis asztalnál a kis székeken. Most sukorai óvodában 107 beiratkozott óvodás volt szeptemberben. Ez jól mutatja azt a kimagasló igényt, amellyel szembesülünk, főleg ezeken a településeken. Ez a jövőt illetően például egy megoldandó hálás, de megoldandó probléma lesz, hogy nő a magyar gyerekek száma, viszont akkor a bölcsődei és óvodai, majd aztán az iskolai ellátást is ehhez kell igazítani. Most nézzük is meg, hogy hogyan is néz ki ez az új átadott Táci intézmény, aztán innen folytatjuk. A sok gyerek, mint szörnyű. A Táci óvodások előadásával kezdődött a megújult intézmény átadási ünnepsége. Hétfőn már ide érkezhetnek a kis, középső és nagycsoportos gyermekek. Az óvoda sokáig nem a megszokott környezetben fogadta a kicsiket, mivel az épület másfél évvel ezelőtt életveszélyessé vált. Valamikor elkezdtük volna a topos pályázatnak a kivitelezését és megvalósítását, hívta fel a figyelmemet arra a kivitelező, hogy ott hátul úgy látja, hogy súlyos problémák vannak, és hívjunk egy statikust, és a statikus megállapította, hogy nagyon-nagyon rossz állapotban az épület, mert megsüllyedt a betonkoszorú, a falazat, és a katasztrófavédelem és a járási hivatal építési osztály életveszélyesen nyilvánította az épületet. A tervezett felújításhoz elnyert támogatás így nem lett volna elég. A település polgármestere a térség országgyűlési képviselőjétől kért segítséget. Az átépítés plusz költségeinek fedezésére a belügyminisztérium nyújtott segítséget. Azt látja a kormányzat, hogy minden
egyes gyermeknek szüksége van arra, hogy minél előbb közösségbe kerüljön, közösségbe beleszokhassanak, és természetesen emellett a szülők biztonságban tudják a gyermekeiket, és azáltal ők pedig mehessenek vissza, hogyha szeretnének dolgozni minél előbb a elsődleges munkaerőpiacra, és a gazdaság ezáltal is minél jobban tudjon pörögni Magyarországon. A régi óvodaépület új köntösbe öltözését a top források, kormányzati támogatás és a Fejér megyei önkormányzat Visz Major kerete segítette. Így összesen 100 millió forintot fordíthatott Tárc önkormányzata az óvoda felújítására. Ez volt tehát a táci megújult óvoda, illetve bölcsöde. Nagyon sok mindenről ejtettünk szót itt az elmúlt bő fél órában. Talán a beszélgetés elején szó volt arról is, hogy hogyan is érzik itt magukat azok, akik Fejér megyében élnek. Milyen visszajelzések jutnak el önökhöz? A lakosság 76%-a közvéleménykutatás alapján, reprezentatív közvéleménykutatás alapján mondta azt, hogy úgy érzik, hogy jobban élnek Fejér megyében, mint korábban. Jobb irányba haladnak a dolgok, önmagában elégedettek a településük életével, a településük és a megyéjük fejlődésével. Nyilván egy-egy ilyen úgymond visszacsatolás kérés a lakosságtól, ez megalapoz egy jövőbeni fejlesztést is, vagy több jövőbeni fejlesztést is, hiszen mindig meg szoktuk azt is kérdezni, hogy mik azok a területek, amelyek kevésbé elégedettek, milyen fejlesztéseket szeretnének még a településeken látni. Most az elkövetkező időszakban is tervezünk egy teljesen friss ilyen közvéleménykutatást lefolytatni a megye egészében. Vélhetően az ECO innovációs műhelyjel fogjuk ezt közösen megtenni, hiszen nekik nagyon jelentős társadalmi ismeretük és társadalmi gyakorlatuk van az ilyen jellegű felmérések elvégzésében. Ha ez megtörténik, ezeket ki fogjuk értékelni, sajtónyilvánossá fogjuk tenni, de az elmúlt időszakban egyöntetőek azok a visszajelzések mind a mérések alapján, mind a polgármestereink részéről, akár a megyei közgyűlésben, akár olyan polgármesterek részéről, akik nem megyei képviselők, de akár a lakosság részéről is, hiszen hála Istennek számos átadóra mentünk az elmúlt időszakban, mindenhol fejlesztéseket tudunk átadni, ott van módunk közvetlenül is találkozni a lakossággal, és mindenhol azt halljuk, hogy köszönjük szépen, szépen fejlődünk, nem is álmodtunk róla, ezt mi nem gondoltuk volna, erről nem is álmodtunk, tehát nyilván ebbe az is benne van, hogy nem mindig a negatív hangvétellel keresik meg az ember, de a magyar ember egyébként elég nyílt, és meg szoktuk kapni a negatívunkat is, meg a kritikát is. Tehát ez az utóbbi része, ez kevésbé reprezentatív, mind a tudományos mérések, de minden esetre ez is egy jó érzés, és egyfajta visszaigazolás, hogy jó úton járunk. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérrel egy hét múlva számítok majd önökre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!